Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az agrárgazdaság egyik legfontosabb része mindenképpen a versenyképesség szempontjából is az állattenyésztés. Ebben az adásban azt fogjuk vizsgálni, hogy milyen esztendőt zártak az állattenyésztők. Ugye az elmúlt héten a növénytermesztésről beszéltünk, vendégem pedig most is Lászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét minden kedves nézőnek. Az elmúlt időszakban évről évre elmondhatjuk, hogy nem kímélt meg bennünket a különböző betegségek. Volt kergemarha korbár, hogy is nevezzük, a csirkéket, a baromfi pest is, most sertéspest is, afrikai sertéspest is sújtotta az ágazatokat. Volt gond bőségesen. Vizsgáljuk meg, hogy az idén mi minden történt, hiszen itt is volt probléma is, siker is. Minden volt az állattenyésztésben. Egy nagyon fontos makrogazdasági mutatóval kezdenék, az pedig az, hogy majdnem elérte az állattenyésztés alapanyag termelése az 1000 milliárd forintot, tehát 998 milliárd forint lett idén ugye az állattenyésztés, vagy lesz körülbelül az idén a bevétel, és bizonyos állatlétszámok szépen emelkednek. Tehát a szarvasmarha is. A sertés ugye 2,8 millió darab van, ugye háromnegyed éves KSH statisztika alapján, 196 ezer koca létszámmal, de enyhén emelkedő. Az egész sertéstenyésztés, ha már itt ragadtunk le, uralta az afrikai sertéspestisnek a réme, hogy így fogalmazzak, hál' Istennek réme a házi sertés tekintetében, de ugye 1088 darab állatba, vaddisznóba találtak sertéspestis borokozóját az országba, és ha megnézzük azt a interneten fellevő táblázatot a minisztérium jóvoltából, akkor Fejér megye északról lefelé jöve egy nyúlvánnyal a veszélyeztetett, tehát a sárga területek közé tartozik, a Dunántúlon pedig kizárólag Budapest mellett a Budakeszi Vadasparkba találtak ilyen betegséggel bíró, fertőző betegséggel bíró vaddisznókat. Tehát Magyarországon sem a indikátor jelleggel levágott házi sertések között, sem a más betegségek miatt levágásra került állományok között nem találtak szerencsére egyetlen afrikai sertéspest is fertőzött állományt, vagy darabot sem, nem, hogy állományról legyen szó. És itt ezt azért kell pontosítani, mert természetesen ilyenkor, amikor ilyen nagy fertőző betegség van, amelyik hát ugye tudjuk jól, hogy Romániába tombol, és hát nagyon erőteljesen ott van, Ukrajnában is, így van, Szlovákiában is találtak házi sertésbe afrikai sertéspestist. Nem sok udvarba, de mégis találtak. Akkor bizony az állatorvosi szakma nagyon ügyesen más állatbetegségek megszüntetésére, PSSR egyéb védekezés kapcsán azokon a területeken, amelyik veszélyeztetett, ott bizonyos kiirtást rendel el, illetve ritkítást rendel el. Egyrészt tehát egy vakcinázási programnak a végét, és nem afrikai sertéspestről, más betegségekről van szó ezzel megoldva. Másrészt pedig hát mindenképpen az összes sertés megvizsgálva indikátort tud biztosítani, hogy ott valóban mentese ez a terület az afrikai sertéspestistől. Tehát azok a kósza hírek, amik sokszor úgy fölkapják, hogy vittek el házi sertést is másoknál fogva.
Igen. Másoknál fogva, és egyetlen egybe sem igazolódott szerencsére, hogy afrikai sertéspest is elfertőzött. Igen, hiszen a NÉBIK, az Agrárkamara, illetve az Agrártárca folyamatosan kapcsolatban volt, illetve a vadásztársaságokkal együtt természetesen. Olyannyira kapcsolatban van, hogy a Agrárgazdasági Kamara, Ugnár Lajos úr, országos főállatorvos segítségével és jelenlétével 8 helyen az országba tartott nagyszabású gazdafórumot a sertéstartók számára, afrikai sertéspest is kérdez, felelek, tájékoztató jelleggel, hogy igenis ezek a kérdések egyértelműek legyenek, igenis a gazdák lássák, hogy milyen folyamat van, de hát ebbe a magyar állatorvosi szakma részéről nagyon-nagyon komoly munka folyik, és ezúton is az állattenyésztők nevébe is, meg a kamara nevébe is csak megköszönni tudjuk azt az áldozatos munkát, amivel a megelőzés kapcsán fent tudják tartani a mentességünket, tehát a vírus mentességünket a házi sertés vonatkozásába Magyarországon. Igen, hiszen Szíber Gergely nem véletlenül volt előadó a Táci Agrárfórumon az afrikai sertéspestisről, mert tehát egy olyan nyugvóhelyzet kell teremteni, hogy ne a rémhírek árasszák el a sajtót, mert azért valljuk meg, hogy hajlamosít bennünket egy-egy hír, ha találnak egyet, akkor felnagyítjuk és már is óvakodunk, miközben kiderült, hogy számtalanszor kiderült már, hogy ilyen probléma nincsen. Tehát így összességében a sertéságazat rendkívül fontos számunkra, hiszen alapélelmiszerről van szó, tehát tulajdonképpen sikeres esztendőt zártak. Ez vonatkozik az exportra is? Nincs az a nem exportálható sertésmennyiség, ami ne kellene az európai piacra, pont a sertéspestises kiesések miatt. Hiszen látjuk, hogy emiatt az élő sertés ára hát hihetetlen magasságokba emelkedett. Vannak európai részek, ahol már 2 euró körüli árat is eléri, de hát Magyarországon is. Ilyen élő sertés árak soha nem voltak. Tehát azok a gazdák, akik sertést hizlalnak, adnak el, hát most nagyon, és hát nyilvánvalóan megfelelnek mindenféle közegészségügyi szempontnak, mentességeknek, egyébnek, aminek kell, már a vágósertésnél egészen más, mint a tenyészállatnál. Tehát megfelelő állategészségügyi helyzetük van, azok nagyon magas árat tudnak elérni, és megfelelő fajtákkal vannak. Ez köszönhető annak, hogy házi sertésben Magyarországon ugye nem találtak afrikai sertéspestist. Ez a folyamat úgy néz ki, hogy a világban és a környező országokban csapkolódó sertéspestis járvány miatt tartósan meg tud maradni. De azokat a járványügyi előírásokat bizony be kell tartani, mert ezt leginkább az a megállapítás, hogy nem a sertés és nem is a vaddisznó viszi nagyon tovább, mert elég gyorsan elpusztul bele, az ember viszi. Minden egyes helyen, új helyen, nagy távolságra meglevő helyen bebizonyosodott, hogy az ember vitte tovább, és hát mi vagyunk azok, akik hát nem kellő körültekintéssel járunk el e tekintetbe. Tehát a sertésár, a sertés export lehetőségek, a hazai piacok nagyon-nagyon biztosak az alapanyag termelés tekintetében, viszont ugye mivel a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok nem követték ezt a drágulást, ezért komoly veszteséget szenvedtek el a vágóhidak, a feldolgozók, hiszen csak magas áron jutottak alapanyaghoz, és bizony nagyon nyomott áron tudták csak értékesíteni, egy bizonyos áremelkedés óhatatlanul megjelenik most a polcokon, még hogyha karácsony is következik, de egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy a feldolgozott termékek ára ne emelkedjen, amikor az alapár nagyon nagy emelkedésnek, alapár emelkedésnek lehetünk a tanúi, és hát nem szeretnénk, hogyha a magyar sertés hát exportpiacokra menne a hihetetlen magas árak vonatkozásába,
élve, mi meg majd importból valahonnan lehet, hogy még drágában szereznénk. Igen, hiszen alapélelmiszerről van szó. Abszolút alapélelmiszerről van. És ugye az áfa nagyon fontos ilyen értelemben, és az áfa csökkentés is. Szarvasmarha, ugye ketté kell bontanunk a szarvasmarha ágazatot, a tejelő ágazatra és a húsmarha ágazatra. Kezdjük a húsmarha ágazattal, hiszen itt is voltak az elmúlt esztendőkben problémák, de úgy tűnik, hogy ezeket kiküszöbölték a gazdák. Igen, a húsmarha állomány az dinamikusan emelkedik. Ez azt jelenti, hogy bizony már 170 ezer körüli az a húsma anyatehén létszám, ami regisztrálva van e tekintetben, és a vegyes hasznosításúak ilyen értelemben még nem is számolandók, vagy nem is számítottuk ilyen tekintetben bele. Tehát a marha ágazat, amikor már a háromnegyedés adatok figyelemvételével több mint 880 ezer szarvasmarhát regisztráltak, ez egy nagyon dinamikus növekedés. Hát ha megnézzük azt, hogy több mint 10 éve, körülbelül 10 éve, hát inkább több mint 10 éve, ugye 400 ezer körül volt, akkor ez egy nagyon-nagyon erőteljes növekedés. Minden évben növekszik a szarvasmarha, bárcsak a sertés növekedne ilyen dinamikusan. Nyilvánvaló, hogy ennek vannak okai, hogy ez miért nem erre jó példa meg. Egyébként Mezőfalva az ön irányítása alatt, hiszen az szintén ugyanezt elmondhatja. Igen, így igaz. És hát a tejnek az emelkedésének ugyanúgy tanulni lehettünk az idejébe. Tehát kezdtünk egy 90 körüli árral, országos átlag. Ilyen 30 euró cent körül van, volt, igen. Van. És hát bizony 100 körüli, 100 fölötti árak is vannak exportban. Igen, miközben a tejtermék tanácsa elnöke itt ennél az asztalnál elmondta, hogy esztendőkkel ezelőtt, nem is olyan nagyon régen, még számtalan gazda gondolt arra, hogy levágja az a tejelő marha állományt, mert egyszerűen túlságosan drága volt a takarmány, másrészt pedig nagyon olcsó a tej. Tehát ez a 30 euró cent, ez valóban Európában a legkevesebb volt, és a kormány, illetve az agrártárca segítsége kellett ahhoz, hogy ez a folyamat megforduljon valamelyest. De még mindig azt mondom, igen, hogy most 100 és 105 forint ugye a nyers tej. Igen, de azért lássuk be, hogy az Európai Unión belül a helyezésünk hátulról, ugye, nem sokat változott. Semennyit. Tehát ott nem tudtunk előrelépni, tehát az ár érvényesítésbe bizony az alkupozíciónkat, mint teljeseknek nem kedvező, bár talán, ugye, és ez hát nem csak talán, hanem ugye figyelembe véve az új debreceni magyar tulajdonú gyár, ugye alföldi tejről van szó, kimerem mondani, mert mégis igen, egy Fejér megyei tulajdonos kör és gazdáknak a tulajdonában van, bizony növelni fogja ugye a magyar alapanyagfelvételt, óhatatlan, hogy a melléktermék vonatkozásában pedig a savóborítással egy új szegmenset tud a piaci résen nyitni, és hát bizony több gazda fogja tudni biztonsággal a tejét értékesíteni, és hát ez is úgy néz ki, hogy nem egy gyenge folyamat, és nem egy átmeneti folyamat, amikor a tejárak ilyen szintre emelkedtek, hiszen sok-sok kivágás történt, azért legyünk tárgyilagosak, nem Magyarországon, de Európa szerte, és bizony ennek az okába és okaként nagyon sokszor szélsőséges, érzelmi alapon gondolkodó hát környezetvédők, nem akarom ezt kimondani, mert ezek már nem környezetvédők, hanem valami mások, valamiféle egyéb célkitűzéseik lehetnek, mert azért egy tejről azt állítani, hogy először, hogy mindenféle gátlóanyagok vannak benne, ugye hát ezt gyakorlatilag antibiotikumoknak nevezzük, nincs benne, mert másképp át se veszi a feldolgozó, de hát abból kiindulva, hogy
ugye baktericid hatása van az antibiotikumnak, akkor meg se aludna a tej, illetve nem lehetne belőle sajtot, túrót, egyebet készíteni. Tehát erről ugye leszoktak. Most éppen azt olvasom, hogy a tejben növekedési hormon van. Azért, mert a borjú issza, és hát a borjú növekszik. Na de hát valószínű, hogy ezek az emberek az általános iskolás biológia órán is hiányoztak, mert a növekedési hormon a borjúban van, és a borjú állítja elő különféle módon, én ezt most nem részletezném, és nem a tejbe. Tehát annyira szélsőséges gondolatok vannak e tekintetben, hogy hát ez ellen egyrészt tudásátadással, tájékoztatással fel kell lépni. Igen. Remélem, hogy a magyar ember azért fogadókész ezekre az információkra, és hát bizony Európa szerte azért megunták ezt a fajta magatartást a gazdák, mert hát akár Brüsszelbe, akár pedig Németországba előző helyen 8000, másod 5000 traktor vonult fel, hogy igenis hagyják a gazdát dolgozni, hiszen a gazda betartja a szabályokat. Ha nem gazda, nem tartja be, de azt ne nevezzük gazdának. Tehát amikor szoktam említeni, hogy nincs sarlatán orvos, hiszen vagy orvos van, vagy sarlatán van. Nincs állatkínzó gazda, mert az nem gazda. Az vagy állatkínzó, vagy gazda. Tehát egy gazda nem fogja kínozni az állatait, mert örül a látványuknak, és termelnek neki. Egy gazda nem fogja a földjét tönkretenni, mert nem csak az unokájára, hanem még sokkal előbbre gondol. Aki másképp cselekszik, az nem gazda. Igen. És ne adjuk neki meg ezt a nevet, mert nem szabad, hogy a gazdából, hogy már itt említettem, szitokszó váljon, azáltal, hogy hozzásegítjük a médiát, vagy nem tájékoztatjuk a média különféle szereplőt. Egyetértek önnel. Annál is inkább, mert hogy milyen fontos a tájékoztatás, hiszen szintén egy mezőfalvai példa, a tejről beszélek. Tehát az a tájékoztató nap, ahol óvisokat, alsós iskolásokat látunk, az nagyon-nagyon fontos mindenféle értelemben. Egyrészt megismerik a körülményeket, látják a tejet, életerő egészség, ez már átment a köztudatba, de ezzel én azt hiszem, hogy a pedagógusok segítségével nagyon sokat tesznek a gazdákért. Ugyanakkor a kormányzat is elég sokat tett ilyen értelemben, hiszen az áfa csökkentés az egy fontos lépcső volt, és talán elindul majd az eurócentenként szépen lassan fölfelé, mert valljuk meg a 105 forint, az mondjuk 35 eurócent, vagy még annyi sincs, és hát azért 140 forint tőlünk mondjuk felfelé, azt mondom, hogy Burgenlandban már 150 inkább. Viszont a másik, amit szeretnék öntől kérdezni, hogy az az jó út, mondják a közgazdászok, amit most például az alföldi tej tett, hiszen Debrecenben ez a gyár azért épült, hogy ne a nyers tej kerüljön exportra, hanem igenis legyen belőle sajtvaj és a különböző tejterméke. Ez a járható út? Ez az egyik járható út. Jó, az egyik, jó. A másik járható, tehát először is célszerű minél több termékünket elsődlegesen vagy másodlagosan feldolgozni. Természetesen olyan módon, aminek a szegmens piacai meg kellenek, hogy legyenek. Tehát a hazai piac még trapista sajtot elbír, erre alapult, de lehet, hogy pár év múlva valami különleges sajtot kell készítenie, mondjuk ennek a gyárnak is, ahhoz, hogy bármelyik arab vagy európai szegmenspiacra tudjon termelni. Tehát nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy igen, ha most én továbbfeldolgozással elkezdek foglalkozni, az abszolút nyerő lesz. Tehát nem úgy áll föl a termékpálya, hogy a felső részeken kész élelmiszerekből óriási hiány van. Ott is meg kell találni azokat a lehetőségeket, amit a nyersanyagpiacon.
Hát nyersanyag piacon ugye sajnálatos módon a magyar tej az alapján találta meg az export lehetőségeit, hogy ilyen olcsó az ára. Igen. Hát nyilván miért jön el egy olasz Magyarországra tejé, amikor Ausztriából is el tudná vinni, hát sokkal közelebb van, még határosak is bizonyos területeken. Hát pont azért, mert ott magasabb az az árszint, amiért egy osztrák oda fogja adni. Tehát bizony a mezőgazdasági termékek azért egy nagy hullámmozgásban vannak, és kiegyenlítik egymást, de bizonyos szakaszokban vannak olyan csúcsok és mélyedések ugye ezen a statisztikai vonalon, amit odafigyeléssel, erőlátással ki lehet és meg lehet valósítani, hogy annak a haszonélvezői legyünk, és hát természetesen a fogyasztók elsősorban. Tehát jelenleg ugye egy export piacra történő termelés nyers tej vonatkozásában is nem Istentől való vétek, mert a termelő ugye a legtöbb bevételt akarja. Na de erre reagál természetesen a feldolgozóipar is, és megy utána az áraknak, hogy ne kivigyék az alapanyagot, hanem ő hozzá vigyék el. Önmagában az az erdély. Tehát szabályoz a kereskedelem. Tehát önmagában az az erdély szlogén, hogy helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem, ez így rendben van. De ez a másik része, a rövid ellátási lánc, amire ki akartam térni, hogy ugye ezek a nagy volumenek és a továbbfeldolgozás, a másik pedig a közeli, nem terhelt, nem környezetvédelább nyommal terhelt, szinte szállítás nélküli vagy közösszállításokkal való termékpályán belüli lépcsőfogok kivételével történő értékesítés, ami teljesen egyértelmű, hiszen egy közeli óvoda, iskola feldolgozónak való, akár nyers tej, akár részbe feldolgozott tejtermékekkel való értékesítés, Fejér megyében is számtalan példa van rá, jól tud működni, és a világon bizony a rövidellátási láncoknak a dinamikus fejlődésére már a nemzetközi kereskedelem is odafigyelt. Tehát nem a kisboltok, nem azok növekednek, a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncoknak a dinamikus fejlődése is megállt, hanem ez a rövid értékesítési lánc, a LER, ez van egy nagy növekedési lehetőség előtt, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte. Egy dologról feltétlenül kell beszélnünk, és az nem más, mint a tojás. Ugye 2012-ben a magyar gazdák többsége áttért az EU-konform ketrecekben a tartásra, de már ez sem elég, hiszen ez egy komoly költség volt, ha jól emlékszem, 14-16 milliárd forint, és most pedig jött megint egy új trend, vagyis jönne, és teljesen más szeretnének, ugyanúgy, ahogy a baromfi tenyészt is más szeretnének, szintén Európából, Unióból jön, állatvédők és így tovább. Mit történik ebben az ágazatban? Ebben az ágazatban bizony a sötét zöldek akciói és vélt állatjóléti kérdéseknek a túldimenziálásából, hogy azt próbálják megvalósítani, hogy kizárólag hagyományos kapirgáló tyúk legyen. Ennek az egyik következménye, hogy akkor nem lesz tojás 2-300 forint alatt. Tehát ezt látni kell. Az, hogy állategészségügyileg mennyire jó a bélsártól tisztogatott tojás, ez most legyen más kérdés, hiszen, ahogy már említettem, Japánban pont bevezették a ketreces tartást, mert higiéniailag azt tartják a japánok megfelelőnek. Tehát a túlzott környezetvédelmi és állatvédelmi intézkedéseknek a betartása, betartatása, az költségtöblettel jár. Méghozzá
nagyon komoly költségtöblettel, még hogyha átmenetileg most a kicserélt ketrecek sem jók már. Tehát itt ebben az a legnagyobb a baj, hogy először elérik, hogy az ő általuk megfelelően ítélt ketreceket vezesse be az európai tojástermelő gazda, bevezeti, majd megjelenteti a régi ketrecekkel a sanyarú képeket, és azt mondja, hogy no ketrec. És 7 esztendő telt el egyébként. Így igaz, és persze. Tehát ezek azok a nem logikus gondolatok, de egyet azért lássunk be, és erre fel kell készülni mindenképpen. Kutatók szerint a földhasználatra nagyobb hatást fog gyakorolni a táplálkozásba megváltoztatott, megváltoztatásra kerülő szokásrend, mint a népesség növekedés. Tehát igenis a nem tájékoztatott ember vevő, és mostanában különösen a húspótló vagy műhúsok iránt, mert nem adjuk ki azt a tájékoztatást, hogy az első, a Beyond Meat, az a húspótló, ami különféle növényi struktúrákat rak össze, akár milyen növényekből, most nem akarom felsorolni, a bambusztól kezdve a szójáig, és abból csinál húspogácsát egyebet. Ez még úgy, ahogy rendben van, mert növényi alapanyagokból készít hússzerű húspótló anyagot. Jön a másik, a impossible meat, ugye a lehetetlen hús a magyar fordításba, amiben már ugye szójafehérjét állít úgy elő, hogy GMO-s élesztő gomba baktériumokba teszi bele a szójafehérjének a gén szakaszát, tehát génmódosított baktériumok csinálnak szójafehérjét, amiből állít elő ugyancsak különféle keveréssel ugye húsféleséget, és Amerikában már el van fogadva. Igen, és ez nem science fiction. Tehát ez egyáltalán nem, és ilyet lehet már Magyarországon is különféle gyors éttermekbe kapni. Tehát az elsőt is, és a másodikat is. És jön a harmadik, amelyik a mozaik hús, ha úgy tetszik, amikor egy izomszöveti sejtből akár 1000 kg húst is lehet készíteni, na de ez nem vér nélküli, és nem bizonyos értelemben állatbarát, mert ehhez bizony kell, ha marhahúsról van szó, akkor a szarvasmarha magzat vérsavója, mint közeg, és ebből lehet utána kifejleszteni. Tehát ezeket mind ismertetni kell. Ráadásul azért legyünk tárgyalagosak, amikor egy sejtből több ezer kilogramm hús keletkezik, akkor ez egy sejtburjánzás. Igen. Tehát ennek a hatása, áttételes hatása, hiszen ugye a rovarfehérjékről is, ugye a kereszt allergiák, azok mind-mind így jönnek elő, hogy hát rovarfehérjét teszünk bele a kereszt allergia alapján, különféle tünetek keletkeznek, amik hát bizony nagyon komoly következményekkel tudnak járni. Tehát egyrészt a tájékoztatás lenne e tekintetben nagyon fontos, másrészt pedig fel kell készülnünk arra, hogy az élelmiszerbe történő változás azért meg fog történni, mert óriási pénzek mozognak mögötte. Tehát úgymond a műhús előállításába is. És hát majd visszajön az az idő, mint a tojásba is, hogy kiderül, hogy a tojás nem írtja ki az embert koleszterin révén, a vaj nem halálos, és most már megfordult a trend, hogy margarin vaj, igen. Így van. Tehát nem szokott új a nap alatt lenni, amint több ezer nemzedék fölnevekedett, az nem valószínű, hogy és az ember felemelkedését okozta, hogy az olyan káros lenne, de ezt bizony szinte minden nemzedék kell, hogy átélje,
és rájöjjön arra, hogy nem az állattenyésztés, nem a marha az, amelyik a UHG gázokért 50%-ba felelős, mert erre szoktam mindig azt mondani, és a befejező gondolat ennek a témának, hogyha valóban a szarvasmarha 18-20%-ba felelős a UHG gázokért, akkor ezt a marhát nem úgy kell nemesíteni, hogy kevesebbet bocsájson ki, hanem többet azért, mert ő bírja a zárt térbe való tartást, nem azt mondtam, hogy szereti, de elviseli, és innentől kezdve nem csak tejet fog adni, nem csak húst fog adni, hanem még a biogáztelep is megvan. És nem a trágyájából, hanem maga a marha kibocsájtott széndioxidából. De ezeket a telepeket, elnézést, nem látom sorba, pedig ebben a világban nagyon sok közgazdász van, és hogyha ez igaz lenne, akkor már rég egy kis biokonvekterek lennének biogáz tekintetében a tehenek, és felfognánk tőle nyilvánvaló ezt a gázt, mert értékes, de nem fogjuk föl, ezért valószínű, hogy valamiféle számítási hiba mégiscsak becsúszik a környezetvédők vonatkozásába. Köszönöm szépen, mosolyogva bólintok. Valóban ez már valóban egy tudományos, fantasztikus film keretei közé tartozik. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt hiszem, hogy az idei esztendő sikeres volt, köszönhetően az önök szakmai munkájának, és hát mi köznapi emberek, fogyasztók, ha úgy tetszik, is elégedettek lehetünk, hiszen volt áfacsökkentés, a kedvenc élelmiszereink ugyanolyan mennyiségben és minőségben, sőt jobb minőségben kerültek az asztalra. És ez így lesz karácsonykor, és köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, akivel ebben az adásban az állattenyésztés, illetve a tojástermelés különböző problémáiról, illetve idei helyzetéről beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!